Január 7-én kezdte meg a felkészülést a Szerencs VSE felnőtt labdarúgó csapata az idei szezonra. Heti 3 alkalommal tartanak edzésteremben és a kinti pályán. Emellett edzőmérkőzéseket is rendeztek műfüves pályákon. A csapatból több játékos is átigazolt másik egyesülethez. Szegedi Zsolt a Bőcsiekhez igazolt, Gajas János Göncre ment, Ruszin Bence, aki kapus poszton játszott, szintén máshol folytatja tovább. A keretet ifjúsági játékosokkal töltöttük föl. 5-6 játékost folyamatosan szerepeltetünk a műfüves edzőmérkőzések alkalmával. Próbáljuk felhozni erre a szintre majd őket, hát mondjuk nem kis idő lesz, de ez folyamatban van. Az U16-os és U19-es csapatok is folyamatosan edzenek, és olyan is előfordult, hogy a felnőtt csapattal együtt készültek az ifjúsági játékosok. Az U11-es és U13-as korosztályú Bozsik programban résztvevő gyerekek téli tornákon vettek részt, amit a Kulcsáranita sportcsarnokban rendeztek meg. Ezeken a mérkőzéseken sikeresen szerepeltek a kis futballisták. A felnőtt csapat célja a bennmaradás a bajnokságban. Az első tavaszi meccset Bogács ellen vívják a szerencsi labdarúgók. A gyengén sikerült őszi szezon után az edző szerint minden mérkőzés nehéz lesz a szerencsi focisták számára. Eddig azért megvolt a célunk, mindig a középmezőny vagy eleje, vagy közepe, vagy vége. Most sajnos a végén helyezkedünk el, illetve hát ahhoz, hogy bennmaradjunk, ahhoz még előttünk lévő csapatot, vagy csapatokat kell megelőznünk. Nem lesz könnyű feladat. A Bogás előttünk van, jó csapat, de már volt rá példa, amikor lelkes játékkal itt kétszer is hazai pályán legyőztük őket. A szerencsiek 7 mérkőzést játszanak hazai pályán, és 5 meccsük lesz idegenben. Tóth István azonban bizakodó. Elmondta, fontos, hogy a szerencsi közönség előtt bizonyítsanak és jól szerepeljenek, idegenben pedig megpróbáljanak jó taktikával pontot szerezni. Az első meccs március 2-án lesz, ahol Bogács gárdáját fogadják a szerencsiek, melyre minden szurkolót szeretettel várnak.